Közel 160 hulladéklerakót regisztráltak évekkel ezelőtt térségünkben, emlékeztetett az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Eberhard Gábor a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás településeinek Szilárd Hulladék Lerakóinak rekultivációja elnevezésű projekt tájékoztatóján kiemelte, először 108, most pedig újabb 22 lerakót rekultiváltak, utóbbit mintegy 1,7 milliárd forint értékben. Durván még egy olyan 20-30 darab hulladék lerakó rekultivációra vár. Eddig ezek a lerakók azért nem kerülhettek be a projektbe, mert a tulajdonviszonyaik nem voltak rendezettek, vagy éppen terheltek voltak. Bízunk benne, hogy az önkormányzatok ezeket a feladatokat rendezni tudják, és az új programozási időszakban, tehát a 2014-20-as időszakban ismét lesz erre pályázati lehetőség. A térség rendezetlen hulladéklerakóinak problémáját később akár a terület és településfejlesztési operatív program keretében is meg lehet majd oldani.